egyes terekben halmozottan jelentkeznek a problémás ügyfelek, problémás kliensek, problémás vendégek. Ilyenek például a bankhelyiségek, ilyenek például az orvoslásra alkalmas terek, vagy ilyenek akár a masszázsterek. Ezek mind-mind olyan rezgésű embereket fogadhatnak, amely rezgések bizony beszennyezik azt az adott teret. Ezek mind-mind olyan információk, amik bekerülvén a térbe nehezítik annak működését, illetve, ami talán fontosabb, az ott dolgozók egészségére károsan hathatnak, de legalábbis nagyon elfárasztják őket. Gondoljunk itt csak arra, egy benzinkuton naponta hány ember fordul meg, és azok milyen rezgést tesznek be az adott benzinkút belső tereibe. Tehát ilyen esetekben is gondoskodnunk kell a belső terek rendezéséről, térinformálásáról.